amikor évet zárunk, évet értékelünk, akkor szembesülünk a hibáinkkal, és új gondolatokkal kezdjük el a 2018 évet. Én az évzárás kapcsán úgy értékeltem a 2017-et, hogy ezzel a lendülettel, ezen a nyomon fogunk tovább haladni, de egyet kértem mindenkitől, hogy csak új hibákat kövessünk el. A régiekből tanuljunk, és hajráfussunk neki. Ahogy mondtam, a területi operatív program település és területfejlesztés végrehajtása a fő feladat. Itt az Európai Uniós források, az a 30 milliárd forintnyi fejlesztési forrás most fog fizikailag megjelenni. A települések most már közbeszerzési eljárás, most már a kivitelezés szakaszba fogják 18-ban befejezni részben, mert nyilván lesznek nagyobb projekteknél 19 évre húzódó beruházás, de ez a legfontosabb. Az az aktivitás, amit a megye a 2017 évben a kínai, a lengyel és az orosz testvér tartományi kapcsolatokban elkezdett, azt most már eredménycentrikusan és közösen azokra a közös értékekre fókuszálva tudjuk folytatni. Vannak olyan stratégiai céljai a operatív programunknak, mint az ipari kendertermesztésnek az újraélesztése, amiben mi nagy hatalomnak számítottunk 100 évvel ezelőtt a világon, és ez remény szerint egy újragondolásra ad lehetőséget.